Törő György fa faragó a talentumot otthonról hozta. Azt mesélte, nagyapja téli estéken faragott és adott először kezébe kést. Máig a relikviák között van egy játék, mely abból az időből való. Az akkori mesteremberek, azok ugye mindenhez értettek, a bognár munkához, az asztalos munkához, a kopja fa faragástól kezdve, és hát természetes, hogy ezt úgy szokták mondani, hogy ezer mesterek voltak, és így tulajdonképpen minden falusi gyerek örökölt az őseiktől valamit a génjeiben minden bizonnyal. Két ihletadón van, mondja, a mesék és a természet. Könnyű a motiváció, mert három óvoda pedagógus van a családban, és onnét ered, kiegészítjük a gyermekfoglalkozásokat fafaragással, és így kapcsolódik tulajdonképpen a fafaragó népiparművész a nevelő munkához. Ezer szállal kötődöm ehhez a városhoz, meséli Törő György. Most is az itt élő orvosbarátaimnak köszönhetem, hogy rendben vagyok. A Városközpontban tavaly alakítottuk ki a betlehemi szoborcsoportot. Azon túlmenően itt a kiállításomon is szerepel egyrészt. Másrészt azt hiszem, hogy most rendeltek Bátaszékre horgászóhoz egy emlékhelyet, és most azt faragom. És hát ahogy a kérdés volt, ugye természetes, hogy a várakozás időpontjában olyan programokat próbálunk kiszervezni, amely kiegészíti a kiállítást, tehát bemutatom a kiállításanyagot és a gyermekeknek kézműves foglalkozást szeretnék tartani rendszeresen ebben a várakozás időszakában. Azért hoztam arra a kiállításra, hogy a gyermekeknek látványosabb, változatosabb legyen, hisz ezen keresztül be tudom mutatni valamennyi faragási módot, a csontfaragást, a sponyorozást, a domború faragást, a naív szobrokat. Tehát így tudom a gyerekeknek egy kicsit hangulatosabbá és változatosabbá tenni ezt a várakozási időszakát. Minden faragási módot szerettem volna bemutatni. Természetes, amelyik igazán az egyéniségemhez tartozik, a röngből, gyökerekből, és ezekből elég sokat hoztam a röngfaragásokat. Törő György arra készül, a jövőben rendszeresen tart majd foglalkozásokat Bátaszéken, annak érdekében, hogy a tudás és a természetes anyagokkal való alkotás öröme továbbadódjon egy következő generáció számára.